A Sóstói strandon a reggeli úszáshoz készülődnek az Aquaese leendő vízilabdázói. Nemrég ért véget a hosszúra nyúlt idény, viszont elkezdődött a vakáció, így az Egyesület 5 kiválasztó tábort tart alkalmanként 100-110 fiatal részvételével. Visszatekintve az elmúlt 10 hónapra, két csonka szezont követően a 2021-22-es bajnokság valamennyi meccsét le tudták játszani a csapatok. Az Aquaese elnökének elmondása szerint új otthonukban, a nyíregyházi városi úszodában minden adott a minőségi munkához, és ez már látszik is az eredményeken. Az Aqua Sport Egyesület 2004-es alapítása óta az egyik legszebb évét zárta Nyíregyházán, mert az új úszodában, hogy beköltöztünk, eredményeink is nem csak a színvonallal, amit az úszoda tudott adni nekünk, mint edzés lehetőség, hanem a játékosok által is biztosított és a szakemberek által biztosított színvonal az jelentkezett a bajnokságban. Mindenféleképpen büszkén tekintünk vissza a 2021-22-es évre, bajnoki szezonra. A gyermekcsapatunk az országos bajnokságban szerepelt a legjobban. Ők az alsóház A2-es csoportban másodikok lettek. Ez egy nagyon szép eredmény, tudva úgy, hogy a gyerekek 2 éve fiatalabbak voltak ebben a korosztályban. Jól szerepeltek a serdülők, és kevésbé jó sajnos az ifik, mert most nagy lemorzsolódás volt a továbbtanulás miatt. Utánpótlás nevelő egyesületről lévén szó, a munka minőségének egyik mércéje az, hogy a fiatalok közül mennyien kerülnek magasabb osztályban szereplő klubokhoz. Az Aquaese ezen a téren sem panaszkodhat. Büszkék vagyunk azokra a gyerekekre, játékosokra, akik Nyíregyházáról elmentek és más csapatokban folytatták a pályafutásukat. Pete István Szentesen fog játszani, őt oda igazolták le, OB1-ben fog részt venni. Van 2 saját nevelési játékosunk szintén a lánykorosztályban, az U15-ben, akik Egerben fogják folytatni, a Potor Petra és az Urbin Zsófi. És még sorolhatnám a neveket, most van olyan játékosunk, aki pont mai nap Amerikában játszik egy nyári bajnokságban, és ott egy szuperligában a második volt a hétvégén. És hát büszkén tekintünk erre vissza, hogy innen indultak ezek a játékosok, és van olyan jövőkép előttük, amiket mi a példaképek közelről rendezvényen is szoktunk erősíteni bennük. Már korábban felmerült, hogy ősztől az OB2-ben felnőtt csapatot indít az Egyesület, egyelőre lekerült a napirendről a kérdés. A felkészülést augusztus 8-án kezdik majd el az országos bajnokságban szereplő csapatok.